A 2014-2015-ös szezont a hetedik helyen zárta az NTK a legmagasabb osztályban, úgy, hogy az alapszakaszban a csapat csak hajszállal maradt le a felsőházi rájátszásról. Kiesési gondjai így sem voltak a nyíregyháziaknak, akik nagyszerű tavaszt produkáltak, fintáik valamennyi ellenfelüttől szereztek legalább egy pontot. Büszkén mondhatjuk el, hogy a nyíregyházi Teke klub abszolút veretlenül zárta azt a fél évet, és annak is volt köszönhető, hogy a tabellán a hetedik helyen zárhattunk, és azt lehet mondani, hogy biztosak tudjuk mondani, hogy megérdemelten sikerült azt a helyezést elérnünk. Bármint tudjuk, hogy az őszi szezonban volt egy-két olyan mérkőzés, ami nem várt vereséggel záródott, és ennek volt köszönhető, hogy a alsóházba szorult a csapat. Hozzáteszem, hogyha az alapszakaszban egy rivális elleni győzelmünk meg lett volna, akkor a közép mezőnybe végezhettünk volna, de semmiféleképpen nem volt kiesési gondunk, már a rájátszás elejétől kezdve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg nyugodtan tudtuk a tavaszi szezont végigjátszani, és helye közel jöttek a nagyszerű teljesítmények, úgy hazai pályán, mint idegenben, és amit mondtam, a legfontosabb az volt, hogy egyáltalán nem szenvedtünk vereséget a tavasz szezonban. A nyíregyháziak változatlan játékos kerettel vágtak neki a 2015-2016-os szezonnak, amelyben a korábbi 10-el szemben 12 csapat indult. Az első hazai mérkőzésünk, ami tavaly a Kaposvár ellen nem sikerült, és a sorsfintoraként most is a Kaposvárt fogadtuk első hazai mérkőzésünket, és szintén nem sikerült, úgyhogy azt lehet mondani, hogy megint egy rossz kezdést produkáltunk itt hazai pályán. Még hazai pályán hozzáteszem, hogy a szolnoki vereség volt egy kicsit nem várt vereségünk, de az a szolnoki csapat azon a napon abszolút jobb volt nálunk, úgyhogy az megérdemelt siker volt számukra, és hozzáteszem, hogy az első hazai győzelmünk már a tavasz és az őszi szezon vége fele a Ferencváros ellen sikerült, akkor jött össze, ami viszont egy nem vált győzelem volt, ugyanis a Ferencváros két világbajnokot igazolt a nyáron, jócskán megerősítette a keretét, és hogyha a mérkőzést, aki kint volt és látta, és végig izgulta, az a 16 fás győzelmünk, az abszolút nüansznyokon múlott, hogy sikerült behúznunk, az az 5-3-as győzelem viszont mindenképpen majdhogy nem egy 4 pontos mérkőzésnek felelt meg számunkra, és azzal tudtuk felettetni a Kaposvár elleni első hazai fellépésünkkel való vereségünket. A bajnokság január közepén folytatódik. A nyíregyháziak sorsolása kedvezőbb az őszinél, a közvetlen riválisokat a Városi Stadion csarnokában fogadják fintáig, így jó esélyük van arra, hogy előrébb lépjenek a jelenlegi 9. helyről.